Szép jó napot, kedves ProHardware TV nézők, és rögtön hagyd lopjam el Kell Bogdán a mobileren a főszerkesztőjének poénját. Kellemes, napsütéses, virágos és dalpacsirtás tavaszi délután kívánok mindenkinek, hókotrók nélkül. Ez ma nem lesz meg, viszont az megvan-e, hogy esetleg hány, nem az, hogy jó-e a képe a hang? Ez a kérdés így délután 3 óra, 2 perckor, amikor is elkezdődött a ProHardware TV, az Acer V5-531, és akkor a nagyon hosszú nevét most nem sorolom föl. Hangkép, oké, írja nekem Simic Sox. Az ő nevével még nem túlzottan találkoztam, vagy nem túl sűrűn találkoztam, azt megjegyeztem volna. De, úgyhogy csapjunk is bele, hogy ő, aki itt van, végül is kifia borja, mit tud. Kívülről egy egyszerű műanyag notebooknak néz ki, azzal a csavarral, ugye ez is volt a felütés, hogy ultra bőrben, erősen idézőjelbe téve, mert hogy azzal operál így gyakorlatilag az Acer, hogy egy alapvetően nem túlzottan erős és vérmes konfiguráció belecsomagolt egy olyan házba, ami igazából a megszokott low-end, azt hiszem 139.000 forint az ő hivatalos ára, ebben nem túlzottan van jelen ez az ultrabook-szerű vékonyság, de nyilván sem a platform, sem a kialakítás egyéb részei, azok nem engedélyezik azt, hogy a hivatalos ultrabook matricát rásüsse az Acer, ezért ezt a szériát ultra slim notebookoknak nevezi az Acer, és ennek az egyik példánya ez az 15.6-os, klasszikus méretű és kialakítású notebook, de azért abban mindenképpen érdekes, hogy 23 mm a legvastagabb pontján, és ez igazából tényleg a hordozhatóságnak nagyon-nagyon jót tesz, és ha csak ennyit kaptunk az ultrabook hisztériától, rengeteg embert itt a ProHardware-en nem érdekel ez az ultrabook vizéria, személy szerint velem nekem nincs bajom, még egy termékcsoport, amiből, hogyha pénztárcánk, kedvünk, bármi engedi, akkor választhatunk, ennyit jelent nekem az ultrabook, illetve sokkal csinosabb gépeket alapvetően, de hát ennél mindenképpen magasabb árkategóriába sorolandóak ők, akik hivatalosan ultrabookok. Ennek ellenére ez a slim vonal az Acernél, a V5-tel teljesen rendben van. Ez egy a 15.6-os mérete ellenére is könnyen a hónalj alá csapható, 2 kilónál egy picivel nehezebb notebook, tehát ezzel egészen biztosan nem lesz bajunk, hogyha mondjuk az egyik íróasztaltól át kell vinni a másikig, és hát a kialakítás pedig abszolút észeres mindenféle szempontból, és ez a vékonyság ez nagyon jót tesz neki. Ha már még nem nyitottam ki, akkor nézzük meg, hogy mit tud és mi az, amit meg tudok nektek mutatni, amint az autofókusz azt mondja, hogy szeretné azt mutatni, amit én mondok. Ez itt a tápcsatlakozó, egy 65 wattos pöttömke pici tápot kapunk mellé, ami szintén nem fogja lehúzni a táskánkat. Egy nem túl méretes, de meglehetősen hatékony hűtőborda, egy HDMI csatlakozó helyett, bocsánat, a HDMI csatlakozó mellett az a furcsa alakú csatlakozó, az egy adapterrel VGA csatlakozóvá és LAN porttá alakítható, ez egy ilyen Y kábel, ami ebbe a furcsa alakú csatiba megy bele, utána ugye az említett HDMI, egy USB 3.0-ás és 2 darab USB 2.0-ás port, egy fejhallgató mikrofon osztott kibejárat, elől egy SD kártya, 2 darab állapotjelző LED, hogy be van kapcsolva, illetve ha tevékenykedik a Winchester, akkor az ott villog. Aztán elől semmi extra. Itt alul, ha már itt tartunk, gyorsan megmutatom az egyik hangszórórács, és a másik egy picit máshogy elhelyezve. És jobb oldalra érve egy darab, na, ott vannak a betűk, fókuszáljunk rá. DVD írót találunk, és egy Kensington zárat a végén. Ez tehát a jobb oldal a gépnek. Hátul túlzottan nagy extrákra ne számítsunk, viszont a nem túl méretes, de cserélhető aksi, itt 37 wattórás, ez itt cserélhető, ami mondjuk így most már kiemelendő az új notebookoknál, hogyha cserélhető az aksi. Amihez hozzáférünk itt az a RAM, és nagyjából ennyi, illetve a szemfülesek már láthatják a csillogó Windows 8-as matricát, mert hogy ez a gép operációs rendszerre kerül 140.000 forintba, 2 év garanciával, ami szintén az alsó szegmensben nem olyan túlzottan népszerű, de ennek mi nagyon örülünk.
A műanyagokkal nincs gond, azt hiszem feketében, nem azt hiszem feketében egészen biztosan kapható még ez a készülék. Személy szerint lehet, hogy az egy kicsit komolyabbá teszi a kinézetét, illetve van még egy valamilyen ilyen lilás-kékes verzió belőle, és a nálunk lévő ezüst természetesen. És akkor nyissuk is ki, rögtön föltárul a szigetes billentyűzet az Acer sajátosságokkal, mint az Ü és az Enter egybeépítése, illetve a Shift és a hosszú I egyberakása. Ennek ellenére gyakorlatilag a billentyűzet teljes értékű, egyedül a navigációs gombok és a numerikus billentyűzet van egy icipicit megnyomorítva, az összes többi gomb az teljes, az kifejezetten nagyméretű. Itt látszik, hogy alul a Space és az Alt GR Control gombok azok még az átlagosnál nagyobbak is. Ultrabookos a billentyűzet, annak minden előnyével és hátrányával, viszont cserébe, ami szintén az ilyen alsó kategóriában nem annyira megszokott, háttérvilágítást kapott, tehát nagyon szépen látszik a teljes billentyűzet sötétben is. A funkciógombokat, akkor menjünk egy kicsit közelebb, tehát az extra funkciókat azt az F1 és az F12 gombsorra, illetve a navigációs menüsorra tette az Acer. Ez itt egy bekapcsoló gomb, ami most kék leddel jelzi, hogy áram alatt van a készülék és be is van kapcsolva. Wi-Fi, képernyő továbbítás, touchpad kikapcsolás, hangnémítással megyünk tovább egészen odáig, hogy a homepage, a page down endekre ki van a funkciógombokkal a multimédia gombok is vezérelve, és aztán a hangerő és a fényerő az szintén funkciógomb megnyomásával a navigációs billentyűkre van dedikálva. Ennyi az extra gombsorozat, és lesz még itt egy érdekes dolog, amiről beszélnem kell, ez a Dolby Advanced Audio Virtual Surround Sound felirat, ami azt sejteti, hogy bár ez egy olcsó gép, hang szempontjából valami extrát azért kapott, hát erről majd megbizonyosodunk. Valószínűleg kissé örömteli módon fogunk erről megbizonyosodni, mert hogy engem személy szerint pozitívan lepett meg ezügyben az Acer V5. Windows 8-unk van, egy 1366x768-as fényes kijelző, de hát ebben az árkategóriában a matt kijelző gyakorlatilag ritka, mint a fehér holló, pláne hogyha operációs rendszerrel érkező notebookot nézünk ebben az árban. 15.6 a képátló, nem mondanám, hogy a legacélosabb TN panelek egyike, ami a V5-ben van, de a feladatát ellátja, azért, hogyha az ember egy kicsit elforgatja, akkor látszik, hogy bizony-bizony a színek azok rögtön torzulnak, sötétedik, világosodik. Ellenben jobbról-balról egészen vállalható a betekintési szög, tehát itt nincs akkora dráma, mint felülről és alulról, ami kifejezetten szerencsés, hiszen ebből a pozícióval, ugye azért, mivel notebook, be tudjuk állítani magunknak, hogy a kijelző megfelelő képet mutasson, míg ha valaki a vállunk fölül rákukutykál arra, amit mutatni akarunk neki, és jobbról vagy balról van, akkor egész jól fogja látni, ami történik. Láttunk már ennél jobb kijelzőt, de még egyszer mondom, ebben az árkategóriában egy ilyen csinos készülékházba szerintem teljesen vállalható ez a TN panel, a fényes kijelző az meg fényes kijelző, azzal egészen biztosan nem fogunk tudni mit csinálni. Elfelejtettem mondani, hogy egy, de talán láttátok, hogy egy böszmevéretű, na tessék parancsolni, most megadta magát a kameraállvány, de nem baj, megoldom, szóval, hogy egy kifejezetten nagyméretű adok hozzá összehasonlítási alapot, szóval egy kifejezetten nagyméretű touchpadünk van, aminek az alsó két gombja az a bal és jobb gomb, ennek ellenére az egész touchpadet kattinthatjuk, ami egy kicsit furcsa érzés, és szokni kell, de ennek ellenére jól működik, és mivel Windows 8 több érintésérzékeny, ráadásul egy Synaptix touchpad van benne, vagy a Synaptix vezérrel touchpad van benne, ezért még azt mondom, hogy kifejezetten jól is használható. Nyomorgassuk meg, és akkor ezzel legyünk túl, és akkor mondok ilyen melegedés, meg nagyjából is hatszos akkumüzemidőket, amiket így ezzel az akkúval produkálni tud a gép. Ha jól tudom, most nem tudom, hogy ebben a legolcsóbb V5-szériában is, de nagy valószínűséggel igen, üvegszálat használnak a normál, standard, olcsó műanyag helyett, ezért valahogy nem tudom, hogy emiatt, én ezt utólag tudtam meg, de azt éreztem, hogy minthogyha így a 130-140 ezeres alsó kategóriás notebookoknál egy picit jobban lenne összerakva a V5, és utána, a utánolvasásnál derült ki, hogy ebben a V5-ös szériában már üvegszálat használ, bocsánat, egészen rosszul mondtam egészen eddig a nevét, mert Acer Aspire V5, és akkor onnantól az 531, 171 és a többi sok-sok szám jelzi azt, hogy milyen felszereltsége, milyen processzora, milyen belsővel, mennyi RAM-mal, stb. Majd a végén a színek, ez esetünkben SS, vagyis Silver.
Szóval, hogy egy jól összerakott készülékről van szó. Nem tudom, hogy ez az üvegszálháznak köszönhető-e, vagy pedig annak köszönhető, hogy alapvetően minden valamilyen módon alá van támasztva, mert szépen elterül itt ebben az ultrabook-szerű lapos kis testben a hardware, de hogyha megnyomkodom itt középen, akkor egyáltalán nem drámai, pici horpadással, de ennek ellenére működik. A billentyűzet az gyakorlatilag ultrabookos, tehát nulla billentyű utat mutat föl, ezt meg kell szokni, ennek ellenére használható, de ez egy kis megszokást igényel. Szóval nagy horpadás nincs, csavarodások nincsenek, talán itt a DVD író környékén van egy picit nagyobb horpadás, viszont ez gyakorlatilag az összes optikai meghajtóval szerelt készüléknél, ugye egész egyszerűen, ahol ott a tálca, nehéz a merevítést megoldani. Ennek ellenére rendben van, hogyha a fedlapot megnyomorgatom, akkor sem lesz akkora dráma, teljesen rendben van, tehát ez abszolút mindenképpen az árérték arányhoz képest egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés, hogy ilyen összeszerelési minőségben kerül ki a dobozból az Acer Aspire V5-nek az 531-es verziója. Mivel a ház az gyakorlatilag ugyanaz a nagyjából az összes V5-ön, a portok esetleg variál, vagy a portokkal esetleg lehet némi varia, de a belsővel mindenképpen, tehát ez ugye van Ivy Bridge-es i5-tel is akár, és különböző méretekben 11.6-tól egészen 17.3-ig. De azt kell, hogy mondjam, hogy az a csomag, amit most az Acer ide letett a Pro Hardware TV asztalára, a 140 000 forint hivatalos Acer által ajánlott kiskereskedelmi áron, Windows 8-as operációs rendszerrel, azt kell mondjam, hogy rendben van, és akkor meg kell néznünk, hogy hol spóroltak, nyilvánvalóan ott spóroltak, ahol lehet, és ez pedig a Bell Batch. Ugyanis az ő lelkében egy Mobile Dual Core Intel Pentium 987 1500 MHz-en ketyegő, ennyi, tehát semmilyen boost és semmilyen extra technológiát nem kapunk ezért a pénzért. Viszont ez az 1500 MHz, azt tettem észre, hogy bőséggel elegendő a mindennapi életben, tehát dedikált VGA-t felejtsük el, azért van benne 4 GB RAM, ami szerintem teljesen rendben van, ezen nem spóroltak annyit, mint amennyit lehetett volna, és van benne egy fél terás vinyónk is, és hogyha jól emlékszem, akkor a panel, az pedig egy LG Philips panel, ami benne van, ez a 15,6 colos panel. És úgy mondtam, az aksi az egyetlen, ami kicsi, de mivel cserélhető, hogyha utólag, ne adj Isten, vagy nagyobbra vágyunk, vagy mondjuk egy-két év alatt romlana az akkumulátor teljesítménye, akkor ezt mi otthon garanciavesztés nélkül tudjuk cserélni, úgyhogy ez is mindenképpen egy jó hír, de annak ellenére, hogy egy nem túl acélos méretű aksi van benne, azért olyan 3 órát el lehet vele wifin netezgetni, és az azért egyáltalán nem rossz. Megkergettem Aidával, és akkor mutatom a képernyőt, hogy ti is lássátok, hogy ez bizonyíték, nem ígéret. Oda megyek egy kicsit közelebb, amint beállítom az állványt. Valószínűleg kár volt megmozdítani. Így. Ja, webkameránk is van, 2 mikrofonnal, ezt csak így zárójelben mondom. És azt mondja, hogy egy órás használat közben gyakorlatilag szinte alig volt hangja. Tehát az én gépem, oké, nem egy mai darab, az bekapcsolás után masszívan lenyomta őt full terhelés mellett, és hát parádés, egész egyszerűen zseniálisak az adataink, amiket az egy órás AIDA kergetés után kaptunk. Ugye mindent, CPU-t, FPU-t, cache-t, memóriát, helyi merevlemezt és a VGA-kat is maximumra hajtottuk egy órán keresztül, és a maximum hőmérséklet a CPU-k esetében 55 fok. Tehát ennél nem tudott melegebb lenni. Oké, alacsony feszültségű, nem is egy túlzottan nagy teljesítményű processzor, de ennek ellenére ez akkor is egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés, és mindeközben nem volt hangos a gép, egyáltalán nem volt hangos, tehát tényleg oda kellett hajolni füllel, hogy megnéz az ember, hogy azon a ládásról az előbb mutattam, nem túl méretes kis bordán jön-e ki hang, és van-e valamilyen szélzaj. Ez mindenképpen nagyon kellemes meglepetés volt. A Winchester az hát 40 fokig is fölmelegedett, úgyhogy ezek, nem tudom, nem emlékszem utoljára, hogy mikor láttam ilyen adatokat. Biztos, hogy rommá égetni nem fogjuk ezt a készüléket, ez egészen bizonyos. És mondom, hát ha a teljesítmény nagyobb feladatokra nem is elég, de mindennapi életben diákoknak, office munkára, stb. Tökéletesen elég. Úgyhogy egy rendben lévő, jól összerakott, működőképes gépről van szó, ami a 139 000 forintos árával egyáltalán nem vészes.
És hogyha már a hangról, illetve mondtam, hogy meg fogom említeni ezt a Dolby Advanced Audio Virtual Surround Sound nevű története, akkor az volt a kellemes meglepetés, hogy elég jó hangerővel, Vimeo, csak közben keresek egy olyan dalt, amit itt meg szoktunk hallgatni. Wood Kid. Ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy ebből a kis vékony házból ilyen hang jön ki. Mélyeket ne keresünk, tehát itt nem lesz szubbasszus parti, de nagyon-nagyon kellemes hangerővel, nagyon-nagyon jól szól. Még az átlag notebookokhoz képest is talán egy kicsivel jobban szól. Úgyhogy, ha nem is azt mondom, hogy meglepő, és akkor ez a Dolby Virtual Surround Sound, ez valami fontosat jelent, de az mindenképpen biztos, hogy az átlagnál jobban szól. A mélyek hiánya az fájó, ezen ugye fejhallgatóval lehet segíteni, de ennek ellenére még egyszer csak azt tudom mondani, hogy a gép rendben van. Talán az egyetlen olyan pont, amin még esetleg reszelhetne az Acer, de már valószínűleg ezzel a szériával nem fog, az a zsanér, ugyanis nem rossz a zsanér, teljesen rendben van, tehát itt látszik is, hogy azért egy rendes ellentartása van, és ebbe az 1 centis nyomorgatós torzulásba belefér, de hogyha annyira könnyű az alja a gépnek, hogyha 90 foktól egy kicsit már hátrébb hajlítjuk, akkor ott már hajlamos fölemelkedni az eleje a gépnek, úgyhogy, és nyitáskor is ez egy picit érzékelhető, hogy jó érzetű és masszív a zsanér, de megemeli az elejét a gépnek, úgyhogy mindenképpen újjal le kell fogni. Itt vagyok, nézem a fórumon, hogy jött-e hozzászólás. Egészen biztos vagyok benne, hogy lehet kapni olcsóbban is ilyen felszereltségű gépet, de ha valakinek fontos, és ezek szerint már csak a marketing stratégia miatt is, illetve személy szerint is jobban kedvelem azokat a gépeket, amik marketing ide vagy oda, és ultrabúkozás ide vagy oda, amik egy kicsit vékonyabbak, könnyebben cipelhetőek, jobban néznek ki az átlagos fröccsöntött műanyag gépeknél. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen megér felárat, és 140 ezer forintért operációs rendszerrel a processzort leszámítva egy egészen korrekt gépet kapunk, és a processzor sem gyenge, de azért egy i3, egy normálisabb i3 is bizony-bizony jóval előrébb van, mint ez a proci, ami ő benne van. Ez a régi Srandy Bridge alapú 987-es 1,5 GHz-en pörgő proci, de mondom, a mindennapi életben átlagos felhasználásra gyakorlatilag senkinek nem fog feltűnni, hogy most ebben nem egy i3 vagy egy i5 van, nem fog semmi történni. Kérdés, óhaj, sóhaj, panasz a Pro Hardware TV korai délutáni műsorával, illetve és ezzel együtt kérdés az Acer Aspire V5 nek a legkisebb, legolcsóbb, legalábbis a 15-6-osok közül a legolcsóbb tagjával van é. Ezt intézem hozzátok, illetve akkor elmondom, hogy mi lesz majd pénteken, és esetleg azt is elmondom, hogy nem esetleg, egészen biztosan, hogy mi lesz ma este 6-kor a Mobil Arena TV-ben. Összegezve tehát az Acer Aspire V5-öt, ezzel a kis olcsósított, jó árasított karcsú gépet, akinek fontos a kinézet és egy egykézben is kellemesen hordozható 2 centinél alig vastagabb, de 15-6-os notebookot keres, akkor egyáltalán nem lesz olyan nagyon nagy baja ezzel az Acerrel. Nagy számításigényt, vagy nagy számítási kapacitást és processzorigényes szoftvereket futtatok. Egészen biztosan nem ezt a verziót, nem ezt a felszereltséget fogják választani, de ennek ellenére azt gondolom, hogy teljesen rendben van ez a gép ár szempontjából is. A 2 év garancia az külön kiemelendő, és teljesen rendben van, és valamilyen szinten biztonságra ad okot. Ha nincs kérdés a készülékkel kapcsolatban, majd megszokjátok ezt a délutáni műsorind időt, és akkor valószínűleg lesz, akkor elmondom, hogy ma este 6-kor a Pro Hardware TV-ben, vagy bocsánat, a Mobil Arena TV-ben egy HTC One nevű teljesen ismeretlen gyártótól származó, igazi alsó kategóriás, brutális, láttam a telefont, elképesztő az a készülék. Ez lesz ma este 6-kor a
Mobil Arena TV-ben. Pénteken délután 3-kor, tehát 2 nap múlva ugyanebben az időpontban pedig Sony kis ilyen audio eszköz lesz, lehet, hogy egy, lehet, hogy 2, szóval meglátjuk, mindenféleképpen ilyen okostelefonnal is mindenfélével összepárosítható kis cumó, úgyhogy ez volt már a Pro Hardware TV ezen a csodálatos délutánon, tavaszi délutánon, a nagy melegben, hó nélkül, pénteken 3-kor találkozunk, akik esetleg nem tudják délután nézni, azok nyugodjanak meg, föl fog kerülni ugyanúgy a YouTube-ra ez az adás is, mint az összes többi, és nézni fogom a fórumot, és ígérem, ha olyan kérdés érkezik utólag a műsorban, még azon nap azért azt nem vállalom, hogy 2 hét múlva is visszanézegetek, és minden egyes cikket és Pro Hardware TV adást visszanézek és válaszolgatok, de ha még érkezik olyan kérdés, ami mindenképpen releváns, és kihagytam volna, akkor arra válaszolni fogok a fórumban. Ez volt már a Pro Hardware TV, pénteken találkozunk, ma este 6-kor pedig, vagy hát délután 6-kor pedig még Mobil Arena TV, a HTC One-nal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok!